Terített asztalok, étel, ital és beszélgető emberek a Kapospulai Művelődési Házban. Bor és pálinka versenyt tartottak itt szombaton. Cabernet Franc törkölynek a pálinkája az pedig bronz minősítést kapott. Ezek pedig az oklevelek, amiket hazavihet a polgármester. Ez nem csak egy verseny, több annál, mondja Stemmler József. Ez a 13. ilyen borverseny, amit megrendeztünk. Pálinka versenyt azt most 4 éve kapcsoltuk hozzá. A borok mennyisége az nagyjából mindig ilyen 60-70 minta között van, most is ugyanígy voltunk. Nagyon sokat javultak a borok azóta, amióta ezek a versenyek vannak, igazából, tehát a borkezelés, a bor tisztasága, a higiénia, igazából a technológia. Tehát ez azért jó, mert itt az emberek megkérdezik egymást, hogy a tiéd miért lett ilyen jó, utána ők is ezt megpróbálják megcsinálni, tehát egy lényeg, nagyon sokat javult. Összességében úgy gondolom, hogy Kapospulai hegyen készült borok és az itteni gazdák boraival nem kell szégyenkeznünk. Ez egy olyan rendezvény, ahol azért itt a falu apraja nagyja megjelenik, igazából együtt van, ennek azért egy kicsi híre van a faluba, meg hát azért összeülünk és együtt beszélgetünk. Egyébként van egy nem hivatalos borbaráti körünk, ami ilyen negyed évente összeszoktunk jönni 10-12-en, összekóstolgatjuk a borainkat, eszünk, iszunk egy kicsit és jót elbeszélgetünk. Természetesen a falu dolgairól is. Nem kedvezett az időjárás tavaly a gazdáknak, ezt mondja a borbíráló zsűri vezetője. Az idei évre jellemző volt a szőlőtermésre, hogy hát egy közepes, vagy egy kicsit közepesnél jobb. Ugye a késői fagyok tavasszal, a nagy nyári meleg szárasság, valamint a szület idején is óriási hőség volt, és nagyon korán értek a szőlők, túl korán értek a szőlők, a korai fajták ebből sérültek is. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy itt Kapospulában miket bíráltunk borokat. Azt mondom, hogy az előző évhez képest is jobb minőségűek voltak, és amire büszkék vagyunk, annak ellenére, ugye, hogy itt a gazdák vagy a bortermelők nem nagyüzemi borokat állítanak elő, hanem mindenki saját kedvére, barátok kedvére. Annak ellenére elmondhatom például, hogy 80%-a, amiért mi bíráltunk borokat, szűrt borok voltak, tehát foglalkoznak a borokkal, és én úgy gondolom, hogy ez a mai világban, ez egy nagyon jó pont, hogy ilyenre is gondolnak, tehát próbálnak a minőségre is adni, és az előző években azért ez még nem így volt, úgyhogy szerintem egy igencsak nagy lépést tettek a szőlős gazdák annak érdekében, hogy még jó minőségű borokat tudjanak termelni, előállítani. Olyan 32-3 volt a fehérbor, a vörös valamivel több volt, és egy olyan 6-8 rozé, illetve Schiller bor volt. Érdekes módon a vörösborok aránya kezd eltolódni, annak ellenére, hogy talán ez a vidék inkább a fehérboroknak kedvez. Pálinkákból elég színvonalas kínálat érkezett, mondja a bírálók vezetője. Körülbelül 20 pálinka érkezett a versenyre. Már el lehet mondani a tavalyi évről, hogy nem kifejezetten kedvezett a pálinka főzésnek, ez a pálinka készítőknek. Nagyon gyenge és rossz gyümölcstermés volt a 2018-as évben. Akinek volt sárga barackja, ott lehetett kiemelkedő minőséget elérni, de annyira kevés volt a termés, hogy az eddigi évekhez képest csak 10% pálinka készült sárga barackból. Itt is a szőlős gazdáknak a törkőpálinkája volt, ami kiemelkedő volt a gyümölcsökhöz képest. Nagyon jól elkészítik a helyi termelők a boraikat. Ebből kifolyólag odafigyelnek a törkőre is, és jól raktározzák, jól tárolják, illetve időben le tudták főzni a tavalyi évben a törkőket, mert ugye a gyenge gyümölcs szezon miatt sokkal hamarabb sorra kerültek a törkőjök a főzésnél. Az előző években viszont az volt a jellemző, hogy a törkőjök kicsit túltároltak, kicsit érettebbek voltak, mint kellett volna. Ugye ez tavalyi évhez kedvezett a törkősöknek, és nem kedvezett a gyümölcsösöknek. A Kapospulában elhozott pálinkáknál egy nagyon jó kajszi pálinka vitt el a fődíjat, így mondanám. Érdemes megkóstolni, egy tartalmas, ízgazdag, illatgazdag pálinkáról van szó, ami egy nagyobb verseny is megállná a helyét. A verseny után közös evésivás, egymás borainak, pálinkáinak kóstolása következett.